Sziasztok, én Kőházi Csaba, ingatlan befektető vagyok. Ennek a videónak a címe: menj a trend ellen az ingatlan piacon. Én írtam az ingatlanos álmok könyveket, enyém az ingatlanos álmok klub, illetve 4 könyvet írtam, vagy a 2-es, vagy a 3-as könyvem felmutatásával be tudsz jönni az ingatlan felújítás buktatói című egésznapos győri előadásomra május 28-án, úgyhogy kattints, iratkozz fel, mert természetesen a helyek limitáltak és ezért regisztráció köteles, és valamelyik könyvemet mutasd fel, és találkozzunk. Én ezt a tőzsdén nagyon gyakran csináltam, és elég jó hatásfokkal, tehát én az első 2 ingatlanomat, ezt az első könyvemben írom, én a tőzsdén nyereségből vettem, ez 2 családi ház volt. Ezt egyébként 6 év alatt hoztam össze, jó? Tehát, hogy nem 1 perc alatt és 1 hét alatt. Ez egy 6 éves tőzsdei tapasztalat volt. Viszont ami a lényege, hogy az ingatlan piacon is mehetsz a trend ellen, ugyanis mindig vannak ingatlan típusok, amik jobban húzzák az iparágat, tehát most jött a Covid, akkor mindenki erkélyes ingatlant akart és rohant ki a zöldbe, mert hogy hát a belvárosi 30 négyzetméteres lakásba rájöttek, hogy négyen, egy 4 tagú család mondjuk inkább kinyírja egymást, mint hogy a boldogság és a békés a szeretet jegyében telnének a napjaik. De ez egy trend. És arra akarok kiukadni, hogy attól te még hosszabb távon előre tekintve nyugodt szívvel vehetsz 30 négyzetméteres kis belvárosi ingatlanokat, mert előbb-utóbb annak is eljön az ideje. Tehát ha nézed az ingatlanpiac hullámzását, bizonyos szegmensek mindig följebb vannak, aztán lejjebb vannak, mikor mi a trend, és ugye te akkor tudsz igazán aratni, mondjuk, hogyha mezőgazdasági példával akarok élni, hogy akkor tudsz te búzát aladni, ha van búzát. Tehát ha nincsen semmid, akkor csak nézheted a trendeket kívülről. Ha van valamit, bármit, az előbb-utóbb annak meg fog jönni, hogy lesz egy hullám, ami felemeli azt a fajta ingatlant is. Ez lehet külvárosi, belvárosi, kicsi, nagy, családi ház, zöldövezet, teljesen lényegtelen. Előbb-utóbb mindennek eljön az ideje. Ugyanezt nézheted a tőzsdét, hogy hú, most hogy húz az OTP, meg hogy szárnyal, meg milyen szuper. Aztán hú, most beszakadt a úristen, de akkor van egy másik fajta részvény, ami viszont elindult. Ugyanez van az ingatlan piacon is, hogy nem az összes ingatlan szegmens, hú, most leszökken, most felemelkedik, hanem valamelyik szegmens mindig sokkal jobban húzza az egész történetet. De lényeg az, hogy bármelyikbe is igenis vásárolt be magad, mert ha most az a sik, hogy hú, most eladják hamar a belvárosi lakásokat, mert zöldövezetbe akar mindenki kimenni, akkor te nyugodtan elkezdheted most felvásárolni azzal a céllal, hogy te vagyont építesz. Ez a lényeg az egésznek. Tehát nem az, hogy ez holnap egy hét alatt ugye gazdag leszel, amit szoktam mondani, hogy nem tudom megmutatni, hogy egy hét alatt ingatlanokból hogyan leszel gazdag, az, hogy nagyon azt inkább, arra több esély van, jó? De ez a lényege, hogy ezt így meg tudod csinálni, amikor menekül a piac valamiből, te akkor kezdesz el bevásárolni. Én a tőzsdén ezt elég sokszor csináltam, és tényleg megjött az eredménye, mert amikor az a részvény emelkedett és elfutott, akkor bizony nekem volt belőle bőven, és elég olcsón bevásároltam. Ugyanez a helyzet az ingatlanokkal. Ha valaki ugye azt nézi, hogy hú, most mikor lesz majd olcsóbb az ingatlan, mert venni akarok, mindig azt látja az ember, hogy drága. De ha kinézel egyet szegmens magadnak, hogy na az mikor olcsóbb, mikor drágább, akkor már egy picit közelebb leszel az igazsághoz. Lehet, hogy relatíve mindig drága lesz, de az lehet, hogy még drágább lesz mondjuk 5 év múlva. És ha te vagyont építesz, és első körben inkább ezt a fajta nézőpontot és hozzáállást ajánlom, akkor mindig meg fog jönni, amit te vársz az ingatlan piactól, és az állampapír, hidd el nekem, hogy nem lesz ellenfél. Jó? Úgyhogy köszönöm, hogy megnézték, kattints, iratkozz fel az előadásomra, és akkor a 2-es vagy a 3-as könyvem felmutatásával gyere be május 28-án, és találkozunk Győrben. Szia!